Szeretettel köszöntök mindenkit! Én előadásomban a tumorokról és az immunrendszerrel való kapcsolatukról fogok mesélni. Először is, mik is azok a tumorok? A tumor az egy kóros sejtburjánzással létrejövő sejttömeg. Ez, amíg nem osztódik túlságosan gyorsan, nem feltétlenül befolyásolja a szervet, ahol található, ilyenkor jó indulatú daganatoknak hívjuk. Ezek azonban egy idő után átalakulnak, és agresszívan elkezdenek osztódni, illetve áttéteket is képesek létrehozni, és ilyenkor már rossz indulatú daganatoknak hívjuk. De mitől is alakulnak ki ezek a tumorok? Egy egészséges sejt genetikai állományában valamilyen változás történik, azaz mutáció jön létre. Ez lehet valamilyen karcinogén anyagnak a hatása, vagy pedig a sejtosztódás hibájának a következménye. Karcinogén anyagnak hívunk minden olyan anyagot, ami tumorképződést indukál. Ezek lehetnek kémiai anyagok, mint dohányfüst vagy aszbeszt, ionizáló sugárzás, mint például az UV-fény, illetve biológiai okok is lehetnek, mint például a humán papilloma vírus fertőzés, vagy pusztán az öregedés. Ezekben az a közös, hogy mindegyik a DNS-ünket károsítja, mutációt hoznak létre, illetve ugye az öregedésnél ott a sejtosztódás során a DNS-ben hibák lesznek, amit a hibajavító mechanizmusok már nem képesek kijavítani, és ezért alakulnak ki mutációk. Tehát egy egészséges sejtben létrejön egy mutáció, létrejön egy mutáns sejtszaporulat, amiből aztán rossz indulatú daganat is lehet, és a nagy osztódás következtében már nem fér el az adott szövetben, ahol megtalálható, és áttéteket képez. A tumorok biológiailag máshogy viselkednek, mint egészséges sejtjeink. Képesek folyamatosan osztódni, hiszen a sejtosztódási jeleket, amik normál esetben csak bizonyos időközökben lennének aktívak, folyamatosan képesek fenntartani, illetve képesek elkerülni a növekedésgátlókat, amelyek leállítanák osztódásukat. Az anyagcseréjük is teljesen megváltozik, így képesek például az oxigénhiányos állapotot, ami a gyors osztódás következtében kialakul, elviselni. De képesek erek képzésére is, így biztosítani tudják a tápanyagokat és az oxigént a saját maguknak, így a növekedésüknek megfelelő mikrokörnyezetet hoznak létre. Az erek segítségével pedig távoli metasztázosokat is képesek létrehozni, hiszen egy távoli szervbe is képesek eljutni. Mivel folyamatosan osztódnak, és képesek a sejthalált is elkerülni, így lényegileg immortálisak, és az immunrendszerünket is képesek befolyásolni, képesek elkerülni az immunválaszt, amik ellenük indult el, illetve egy olyan gyulladásos mikrokörnyezetet hoznak létre, ami az ő fennmaradásukat elősegíti. Megfigyelték, hogy immunhiányos állapotokban, illetve depresszióban szenvedő betegekben bizonyos tumorok sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki. Ez annak köszönhető, hogy bennük ugye az immunrendszer nem működik normálisan, tehát nem tud olyan hatékonysággal fellépni a tumorok ellen. De mi is az immunrendszerünk? Az immunrendszerünknek a feladata, hogy megkülönböztesse a saját, például egy egészséges, normális sejtet, egy idegen struktúrától, például egy kórokozótól, illetve hogy megkülönböztesse a veszélytelent, mint például a bélflóránkat, egy veszélyestől, például egy tumortól. Tehát az immunrendszerünk felismeri a veszélyt jelentő struktúrákat, és immunválaszt indít el ellene, és elpusztítja azokat, tehát eliminálja. De kialakulhat immunválaszként tolerancia is, amikor az immunrendszerünk felismeri, hogy egy idegen struktúrával találkozott, de nem indít el ellene immunválaszt, ez például a terhességnél a magzattal szemben alakul ki. Illetve ignorancia is lehet az immunválasz, amikor felismeri az idegen struktúrát, de nem jelent veszélyt a szervezetünk számára, így nem indít el immunválaszt ellene, például mondjuk a bélflóránk ellen nem alakul ki immunválasz. Az immunrendszert gyakran szokták egy kétélű karthoz hasonlítani, mert normál esetben az a feladata, hogy megvédjen minket a kórokozóktól, és felismerje a tumorsejteket, és elpusztítsa azokat. Viszont mind a túlműködése, mind az alulműködése kóros folyamatokat indít el,
Túlműködésnél olyan struktúrákat is veszélyesnek ítél meg, amik teljesen veszélytelenek, ilyenkor allergia vagy autoimmun betegségek alakulhatnak ki, alulműködésnél pedig különböző fertőzések és daganatok jöhetnek létre, hiszen ilyenkor nem képes az immunrendszerünk rendes immunválaszt indítani a veszélyt jelentő struktúrák ellen. Az immunrendszerünknek két része van, a beleszületett vagy natív, és a szerzett vagy adaptív immunitás. Ez a két rész szorosan együttműködve véd meg minket a különböző veszélyt jelentő struktúráktól. Legelőször a beleszületett immunitásunk aktiválódik, ez azonnal aktív lesz, hogyha bármilyen kórokozó bejut a szervezetünkbe, például, hogyha megvágjuk a kezünket, akkor ez az immunitás lesz az, ami rögtön reagál erre. Itt viszont nem antigén specifikus reakció alakul ki. Az antigénnek hívjuk minden olyan struktúrát, amit felismer az immunrendszerünk és reagál rá. És ennél az immunitásnál nem alakul ki memória, tehát később nem fog emlékezni rá, hogy ő ezzel a kórokozóval már találkozott, de ez nem baj, mert nem specifikusan reagált, tehát mindenre ugyanúgy fog reagálni. Ezzel szemben a szerzett immunitásunk, vagy adaptív immunitás késleltetve reagál, akár napok, hetek is eltelhetnek, mire ők aktiválódnak, viszont itt már antigénre specifikus reakció fog elindulni, és immunológiai memória is kialakul. Ez azt jelenti, hogy később, hogyha ugyanazzal a kórokozóval találkozunk, emlékezni fog rá az immunrendszerünk, sokkal hamarabb reagál rá, és észre se fogjuk venni, hogy újra megfertőzöttünk. Mindkét immunrendszernek van sejtes része, és úgynevezett humorális, ami nem sejtes rész. A beleszületett immunitásnak a nem sejtes részét komplementrendszernek hívjuk. Ez a vérünkben egy fehérje rendszer, amiben a fehérjék egymást aktiválják, hogyha valamilyen kórokozó bejutott a szervezetünkbe, és a végén egy fehérje komplexet hoznak létre, ami a kórokozó membránjába be tud épülni, kis lyukakat hoz létre, és így pusztítja el. A sejtes elemei az immunrendszerünknek a fehér vérsejtek, ezek ismerősek lehetnek a vérképünkből, a veleszületett immunitásnál a granulociták, a makrofágok, dendritikus sejtek játszanak fontos szerepet, ezekről mindjárt fogok egy kicsit részletesebben beszélni. Az adaptív immunrendszerünknek a nem sejtes része az ellenanyagok, amelyek egy ilyen Y-alakú molekulák, és az Y-nak a felső végeivel képesek az antigént specifikusan felismerni, ezek mindig csak egy antigént ismernek fel. A sejtes elemei pedig a limfociták, a T-sejtek és a B-sejtek. A két immunrendszert sejtes elemek kötik össze egymással, ezek az NK-sejtjeink és a gamma-delta T-sejtek. És akkor nézzük részletesebben ezeket a sejteket, hogy mit is csinálnak. A beleszületett immunrendszernek a sejtjei a granulociták, amelyeket gyulladási sejteknek szoktunk hívni, ugyanis az akut gyulladásos folyamatokban játszanak főként szerepet. Három típusuk van, a neutrofil, az eozinofil és a bazofil. A neutrofil granulociták az elhalt és a tumoros sejteket, illetve a mikrobákat távolítják el úgy, hogy bekebelezik őket, tehát fagocitálják, lényegileg megeszik. És ezen kívül még tartalmaznak ilyen kis granulomokat, amik lényegileg ilyen kis hólyagszerű struktúrák, ezekben baktériumellenes anyagok és enzimek találhatóak, ezeket is kibocsátják a környezetükbe, és így is képesek elpusztítani a kórokozókat. Ők az első védelmi vonalunk, ők aktiválódnak rögtön, és képesek egy másik fagocitáló sejtípust aktiválni, a makrofágokat, amelyekről majd később lesz szó. Az eozinofil granulociták, ők is tartalmaznak ilyen kis hólyagocskákat, csak őnekik olyan fehérjéket tartalmaznak ezek a hólyagok, amelyek férgekre toxikusak, és képesek a neutrofil granulocitákat aktiválni, illetve a trombocitáinkat. Ők ugye akkor aktiválódnak, hogyha valamilyen több sejtű parazita van a szervezetünkben, amit nem lehet bekebelezni, és ezért termelik ezeket a granulomokat. A bazofil granulociták, ők is főként a paraziták ellen aktiválódnak, illetve allergiás folyamatokban is részt vesznek, ugyanis ők hisztamin tartalmú granulomokat tartalmaznak. A hisztamin az egyik
fő oka az allergiás folyamatoknak, bár meg kell jegyeznem, hogy nem a bazalfil granulociták a fő okozója az allergiának, egy másik immunsejttípus az, ami főként szerepet játszik ebben. A tumorok elleni immunválaszban az eozinofil és a neutrofil granulocitáknak van szerepe, a bazofiloknak nem. Következő sejttípus a dendritikus sejtek, ők onnan kapták a nevüket, hogy ilyen kis faágszerű nyúlványokkal rendelkeznek. Két típusuk van, a mieloid és a limfoid. A mieloidok felismerik az antigént, felveszik, és bemutatják a többi immunsejtnek, így aktiválva őket, hogy ők is lépjenek akcióba és támadják meg azt az antigént. A limfoid sejttípus, ők vírusfertőzéskor aktiválódnak, és vírusellenes fehérjéket termelnek. Mindkét sejttípus folyamatosan járőrözik a keringésben, és a naponta keletkező elhalt sejteket is eltüntetik. Mivel ugye ők képesek bemutatni az antigént a limfocitáknak, így a veleszületett és az adaptív immunrendszer között kapcsolatot építenek. Erre képesek a makrofágok is, amelyek, mint már említettem, egy fagociták, így ők különböző méretű partikulumokat képesek bekebelezni. Ők is főként a kórokozók és elhalt sejtek ellen lépnek akcióba, és a vérereken kívül a szövetekben is megtalálhatóak. Azon kívül, hogy kiszűrik az antigént, a méregtelenítésben is szerepet játszanak, illetve ők állítják elő a beleszületett immunrendszernek a nem sejtes elemeit, a komplementrendszer fehérjéit. A következő két sejtípus mindkét immunitásban szerepet játszik. Az első az NK sejtek, azaz természetes ölő sejtek. Ők a T és a B sejtek mellett a harmadik fő limfocita sejtípust alkotják. A keringésben és bizonyos szervekben is megtalálhatóak, és a fertőzött és tumoros sejtekre vadásznak, és elpusztítják. Úgy, hogy van egy halálreceptorjuk, ezzel fel tudják ismerni a tumoros sejtet, hozzá kapcsolódnak, és el tudják pusztítani, illetve granzim és perforin szekrécióra képesek, amelyek olyan fehérjék, amelyek szintén elpusztítják a tumoros sejteket. Ezen kívül jelzik az adaptív immunrendszernek, hogy baj van, és jöjjenek segíteni. A gamma-delta T-sejtek nagyon hasonlóak az NK-sejtjeinkhez, de ők már a T-sejtekhez tartoznak, és ők a stressz és a vírusfertőzés jeleit érzékelik a sejteken. Itt a stressz alatt nem azt kell érteni, hogy mint amikor minket ér mondjuk egy munka miatt a stressz, hanem mondjuk egy sejtnek az jelenti a stressz, hogyha nem kap elég oxigént, nem kap elég tápanyagot, tehát valamilyen probléma van. Ezekből a sejtekből már képződhet memória, úgyhogy ők emlékezni tudnak, hogy találkoztak azzal az antigénnel. Az adaptív immunrendszer sejtjei a T-sejtek és a B-sejtek. A T-sejteknek van egy jellegzetes receptorjuk, ez a T-sejt receptor, ezzel ismerik fel az antigént. Három típusuk van, a segítő T-sejtek, a citotoxikus T-sejtek és a regulátor T-sejtek. A segítő és a citotoxikus T-sejteket két sejtfelszíni fehérje alapján szokták általában elkülöníteni, ez a CD4 és a CD8. Ugye a segítőknek CD4 van, a citotoxikusnak pedig CD8. Mindkettő sejtípus képes limfokineket termelni, amelyek specifikus immunválaszt indítanak el, és képesek a megfelelő granulocitákat, makrofágokat odavonzani és aktiválni. A segítő T-sejtek aktiválják a B-sejtjeinket, a citotoxikus T-sejtek pedig a vírussal, kórokozóval fertőzött sejteket és a tumorsejteket ölik meg. A regulátor T-sejtek különlegesek, ugyanis ők nem egy immunválaszt indítanak el, hanem ők leállítják az immunválaszt, ugyanis ha már nincs jelen a szervezetünkben az antigén, ami ellen elindult az immunválasz, akkor veszélyt jelent ez a folyamat a saját egészséges sejtjeinkre, és ők ezt állítják le, hogy nehogy véletlenül a saját sejtjeinket is bántsuk. A B-sejtek szintén rendelkeznek egy speciális receptorral, ez a B-sejt receptor, ez is az antigén felismerésére szolgál, és ha találkoznak egy antigénnel, vagy egy antigén prezentáló sejt, például a makrofágok bemutatják nekik az antigént, akkor úgynevezett plazma sejték képesek alakulni, amelyek ellenanyagot termelnek. Mindig az adott antigénre specifikus ellenanyagot termelik, tehát ez mást nem fog megtámadni, csak azt az antigént, és specifikusan csak arra ad immunválaszt.
Mindkét sejtípusból képződhetnek memóriasejtek, és ugye ezt szoktuk az oltásoknál kihasználni, az oltásokkal pont az a célunk, hogy ezekből a sejtekből memóriasejtek képződjenek, így később, hogyha megfertőződünk az adott kórokozóval, akkor már védettek leszünk ellene. Most, hogy már ismerjük az immunrendszernek a felépítését, térjünk rá arra, hogy a tumorokban milyen szerepe van. Ugye normál esetben egy tumoros sejt, mivel genetikailag megváltozik, felismerhető az immunrendszerünk számára, és az immunrendszerünk a daganat ellen fog hatni. És ugyan folyamatosan ér minket valamilyen karcinogén hatás, mivel az immunrendszerünk felügyelete aktív, ezért nagyon ritkán alakulnak ki tumorok. Sajnos azonban mégis ugye vannak, amikor a tumor képes úgymond megszökni, és kialakulnak rejtett daganatok, amelyek akár nagyon hosszú ideig rejtettek lehetnek, és akár immunológiai tolerancia is kialakulhat ellenük. Ezért nagyon fontos, hogy minél előbb diagnosztizálni tudjuk a tumorokat, és ezért fontos, hogy eljárjunk a szűrővizsgálatokra, mert csak így vehetjük észre ezeket a rejtett daganatokat. A kutatók próbálnak minél pontosabb és minél könnyebb módszereket fejleszteni, hogy kiszűrjék a daganatokat, például akár egy rutin vérvizsgálatból is, hogy egyes tumorokat észre lehessen venni. Azonban, ha időben észrevesszük, elkezdjük a terápiát, akkor sem biztosított a siker. A tumorok képesek ugye áttéteket képezni, képesek az immunrendszerünket inaktiválni, hogy ne támadja meg őket, illetve mivel ugye folyamatosan osztódnak, folyamatosan újabb mutációkra tesznek szert, és szelektálódnak az egyre inkább életképesebb tumorsejtekre, így egyre nehezebb a terápiát beállítani ellenük, ezért fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük, és minél többféle terápiatípust alkalmazzunk ellenük, és ha nem megfelelő terápiát választunk, illetve ha nem akarjuk, hogy többféle terápiát alkalmazzanak, sajnos maradhatnak visszamaradó daganatsejtek, amelyek a daganat kiújulásához, illetve halálhoz is vezethetnek. Tehát normál esetben ugye az immunrendszerünk észreveszi a tumorsejteket, és elpusztítja azt, és így nem alakul ki tumor. Ebben a veleszületett immunitás és a szerzett immunitás is szerepet játszik, és a kettő együttműködve pusztítja el a tumort. Itt is a korai felismerésben a veleszületett immunitás játszik szerepet, és legelőször az NK-sejtjeink és a gamma-delta T-sejtjeink aktiválódnak. Ugye az NK-sejtek a halálreceptorokon keresztül hozzákapcsolódnak a tumorsejthez, elpusztítják, illetve granzim és perforin termeléssel is képesek elpusztítani a tumorsejteket. Továbbá olyan fehérjéket termelnek, amivel arra ösztönzik a tumorsejteket, hogy olyan membránfehérjéket fejezzenek ki, amelyeket a többi immunsejt könnyebben észrevesz, és így láthatóvá válnak az immunrendszerünk számára. Ezen kívül még a tumoroknak az érképződését is képesek gátolni bizonyos fehérjékkel. A gamma-delta T-sejtek, ők citotoxikus aktivitásuk révén pusztítják el a tumorsejteket, és ez a sok elpusztult sejt odavonza és aktiválja a makrofágokat, amelyek így ugye az antigént elkezdik bemutatni az adaptív immunrendszernek, illetve ugye a dendritikus sejtjeinket is aktiválja, ők is felveszik a tumorantigéneket, és bemutatják az adaptív immunrendszernek. Ezen kívül ugye még az eozinofil és a neutrofil granulocitáink is oda mennek, és elkezdik bekebelezni a tumorsejteket. Az aktiválódott citotoxikus T-sejtek szintén elkezdik pusztítani a tumorsejteket, a segítő T-sejtjeink pedig azon kívül, hogy ugye elpusztítják a tumorsejteket, aktiválják a B-sejtjeinket, amelyek aztán plazmasejtté alakulnak, és elkezdenek ellenanyagot termelni ellene. Tehát több ponton is képes lenne az immunrendszerünk megakadályozni azt, hogy egy tumor kialakuljon, de sajnos mégis kialakulnak tumorok, hiszen képesek elkerülni az ellenük indult immunválaszt. Ezt kétféle módon is elérhetik, passzívan, amikor alapjáraton alacsony az immunogenitásuk, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nem képes az immunrendszerünk észrevenni. A tumorok immunogenitása attól függ, hogy milyen tumorantigéneket fejeznek ki. Ezek lehetnek tumorspecifikusak,
amikor ténylegesen csak az adott tumorra jellemző, az egészséges sejtjénken nem található meg. Ilyen lehet egy génmutáció miatt létrejött fehérje, vagy pedig egy vírus eredetű fehérje. Sajnos ennél sokkal gyakoribbak a tumor-asszociált tumorantigének, amelyek megtalálhatóak az egészséges sejtjeinken, csak kisebb mértékben, mert például a tumor fokozott mennyiségben rakja ki a sejtmembrányába, vagy pedig egy másik szövettípuson található meg normál esetben, vagy egy olyan fehérje, aminek nem abban az időben kellene megjelennie, például egy magzati fehérje, aminek ugye a magzati fejlődés során van szerepe, akkor kellene csak a sejtekben jelen lennie, de a tumor kifejezi. Ugye a tumor-asszociált antigéneknek nagyon alacsony az immunogenitásuk, mert ha ezek ellen elindulna egy immunválasz, akkor ez egy autoimmun folyamatot jelentene, és a saját sejtjeinket támadnánk meg vele. Ez alól kivétel a magzati fehérje, mert ezt már a felnőtt szervezet egy idegen anyagnak fogja érzékelni. A tumorok képesek aktívan elnyomni az ellenük indult immunválaszt, képesek az immunrendszert aktiváló fehérjéket visszavenni a sejtmembrányunkból, így láthatatlanná válnak az immunrendszer számára, illetve, mint ahogy már említettem, a regulátor T-sejtjeinket képesek aktiválni, és így elnyomják az immunválaszt. És mivel ugye a genetikai állományunk nagyon instabil, folyamatosan osztódnak, folyamatosan új mutációk lesznek, és úgy szelektálódnak, hogy minél inkább el tudjanak kerülni az immunrendszer válasza elől, illetve az általuk indult terápia ellen is rezisztensekké tudnak válni. Azonban, mivel ugye a tumorsejtek mégis a saját sejtjeink, tolerancia is kialakulhat ellene, mint ahogy már említettem, ugye folyamatosan mutációk alakulnak ki, szelektálódnak, nem veszi észre az immunrendszerünk, illetve, hogyha folyamatosan nagy mennyiségben van jelen a szervezetünkben egy antigén, akkor egy idő után úgy fogja érzékelni a szervezetünk, hogy ez akkor valószínűleg a saját fehérjénk, és nem kellene immunválaszt indítani ellene, így leállítja az immunválaszt. Illetve a tumornak, ha már túl nagyra nőtt, akkor pusztán a nagy mérete is, mivel legyengíti a szervezetünket, így az ellene indult immunválaszt is legyengíti. Felmerült, hogy ha az immunrendszerünk képes reagálni a tumorokra, akkor lehet-e ellene oltással védekezni. A tumor-asszociált antigéneket nem használhatjuk oltóanyagokban, hiszen ezek az egészséges szöveteinkben is benne vannak, és ezzel csak egy autoimmun folyamatot indítanánk el. A tumorspecifikus antigének már egyediek, viszont mivel ténylegesen minden emberben, meg minden tumornál más, ezért előre egy egységes oltóanyagot ezek ellen nem tudunk létrehozni, viszont a virális antigének alkalmasak az oltóanyag létrehozására. Ezt a hepatitis B és papillomavírus fertőzések elleni oltásoknál vették észre, hogy bizonyos májdaganatok és a méhnyakrák ellen védelmet nyújtanak. Ugye a nagy sikertörténet a HPV oltás, azaz humán papillomavírus elleni oltás, amit méhnyakrák ellen alkalmaznak. Ezzel az oltással Írországban például teljesen sikerült megszüntetni a méhnyakrák betegséget. Ezt gyakran úgy gondolják, hogy csak nőknek érdemes beadni, viszont mivel ugye a férfiak hordozók, és ezek a vírusok nem csak méhnyakrákot, hanem bizonyos szájüregi daganatokat is létrehoznak, ezért igazából mindenkinek fontos lenne, hogy ezt az oltást megkapja. Nálunk 15 éves kor felett 3 dózisban alkalmazzák, és a legújabb típusa már 9 vírustörzs ellen nyújt védelmet. Az immunválaszt a tumorok ellen kihasználhatjuk terápiák létrehozására is, mint ahogy már az előző előadásban is hallhattuk, a úgynevezett immunterápiákat hozhatunk létre. Ezeknek a hatása az nagyon variál emberenként. Van, akinél csak kiegészítő kezelésként alkalmazható és működik a kemoterápia, a sebészet és a radioterápia mellett. Van, akinél önmagában is ténylegesen hatásos lehet, illetve sajnos van olyan, hogy akinél egyáltalán nem hoz semmilyen javulást. Viszont ezek célzottabban támadják meg a tumorokat, ezért nagyon kutatott terület
Az első ilyen típus az a terápiás vakcináció. Itt vagy a tumorantigént juttatják be egy immunogénebb formában, ami azt jelenti, hogy például olyan fehérjékkel együtt juttatják be, amelyek képesek az immunrendszerünket aktiválni, vagy a tumorellenes ellenanyagot adnak be, illetve aktivált sejteket is bejuttathatnak, ilyenkor ugye a betegnek a sejtjeit aktiválják és adják be. A monoklonális ellenanyag terápia az egy különleges immunterápia, ugyanis itt nem az immunválaszt használjuk ki, hanem az immunrendszernek egy részét, ugye az ellenanyagokat. Itt ezeket általában tumorasszociált antigéneknél alkalmazhatjuk, például ugye egy hormonreceptor pozitív emlődaganatnál a hormonreceptor ellen, NES ellenanyagot adnak be, és gyakran ezeket az ellenanyagokat az ölőképességét fokozzák, úgyhogy valamilyen toxint vagy radioaktív izotópot kötnek hozzá. A passzív immunizálásnál a betegtől vesznek vért, a vérből izolálják a citotoxikus T-sejteket és az NK-sejteket, felszaporítják őket és aktiválják a tumor ellen, és utána ezeket a sejteket visszajutatják a betegnek. Ez sajnos egy nagyon drága módszer, és ugye mivel személyre szabott orvoslás, ez minden betegnél külön kell alkalmazni, ezért ez még nem egy általános immunterápiás módszer. Az utolsó módszer pedig az immunmoduláció, ahol nem specifikusan a tumor ellen aktiválják az immunrendszert, hanem úgy általánosságban. Például a hólyagrák esetében a sebészeti beavatkozás után mikobaktériumot juttatnak be a húgyhólyagba, amely egy általános gyulladást hoz létre, és így ha maradt a sebészet után tumorsejt a húgyhólyagban, akkor nagyobb valószínűséggel fog az ellen is fellépni az immunrendszerünk, nem csak a mikobaktérium ellen. A immunterápiákról a következő előadásban kolléganőmtől, dr. Kocsis Usától hallhatnak még részletesebben. Én ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.